kenyeret sütnek ebben a nyíregyházi pékségben. A vállalkozás vezetője korábban úgy nyilatkozott, egyelőre nem emelnek árat a sütödék. Ha a pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a lisztárát, akkor egy 8-10%-os kenyéráremeléssel számolnak. Egy esetleges áremelést nem csak ez indokolna, hanem az is, hogy országos szinten körülbelül 6000 munkavállaló hiányzik a sütödékből, nehéz szakembert találni, de a munkabérek, bérpótlékok emelkedtek az elmúlt évben, ez pedig nagyobb kiadást ró a vállalkozásokra. Munkabéreket kell növelni, de ugyanis itt ismételten a szakmunkás minimálbér és a minimálbér is növekedni fog, tehát tőlünk függetlenül is kell növelni a szakmunkásoknak a bérét, de ez a megoldás, hogy nekünk is fejleszteni kell a minimálbéret, illetve hát a hatványozottan jelentkezik a sütőiparnál a bérnövekedés, hiszen mi döntően éjszaka dolgozunk, hatványozottan jelentkezik a többletköltség, hiszen a pótlék és a délutáni pótlékkal nekünk igazán növekszik a bérköltségünk. A szektor tartalékai kimerülőben vannak, ezért várnak valamilyen állami támogatásra, amely meggátolja, hogy árat emeljenek a sütődék. A Magyar Pékszövetség kezdeményezte korábban, hogy ahogyan a sertés és baromfi hús, valamint a hal esetében, úgy a kenyérnél is csökkentsék az áfát. Ez a magyar sütődék piaci helyzetét is javítaná. Ki tudnánk venni versenyt azokkal a nem magyarországi sütőipari vállalkozásokkal, akik nem minden esetben teljesítik az adófizetési kötelezettségét, és azt gondolom, hogy a lakosság is ezzel a áfa csökkentéssel jól járna. Lakatos Tibor arra is felhívta a figyelmet, a kutatások és a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az áfakulcs csökkentése kedvező hatást gyakorol a gazdaságra is, és nem okozna hiányt a költségvetésben sem. A Pékszövetség alelnöke szerint a sütőipar segítése érdekében emellett fontos lenne a szakmán belüli összefogás, illetve egy megfelelő oktatási rendszer kidolgozása is a pékek képzésére.